A darabot azt én választottam, évek óta barátkozom ezzel a darabbal, kóstolgatom, több terv is volt már, hogy valahol megcsináljuk, de végül is nem csak Károlynak megtetszett, és ma mutatjuk be, Nők, játszmák, Rivalda fény, ez egy kétszereplős színdarab, színházban játszódik, egy színésznő meg egy író-rendezőnőnek a nagy találkozása. A színésznő Pikali Gerda, az írónő-rendezőnő Fehér Anna, ők ketten gyilkolják, gyepálják egymást a színdarabban. Most dolgoztunk együtt először, de na, valahogy annyira olyan volt, mintha ezer éve ismertünk egymást. Rengeteget nevettünk, és szerintem ez kulcs volt. Igen. Nekünk is azért ez az első ilyen összpróba volt, amikor így közönséggel együtt megmérettettünk, és nagyon jó volt hallani a reakciókat, tehát olyan helyeken is, ahol nem is gondoltuk volna, és nyilván mi is mentünk velük, ők velünk, aztán így fordítva oda-vissza, és aztán ez lett a vége, nagyon elfáradtunk, nagyon rögös volt, nagyon nehéz próbaidőszak volt, azt tudom mondani, hogy a legnehezebb, amit én még úgy véghez vittem. Rengeteg szöveget kellett megtanulni, azt gondoltam, ha ezt egyszer megtanulom, akkor nincsenek lehetetlenek. Ez egy kortárs francia darab, tehát a klasszikus műfajokban nem besorolható. Eddig kétszer ment az előadás, mind a kétszer rengeteget nevettek rajta. Nagyon drámai pillanatok is vannak, hát olyan, mint a színházi élet. Egyik percben komikus, második percben drámai, közben két nagyon nehéz sorsú, 40-es éveiben járó színésznő, rendezőnő, akik úgy érzik, hogy ezen a pontján az életük kicsit félrecsúszott, és egymást imádva, gyűlölve, egymásra kapaszkodva szeretnék megváltani önmagukat. Ez pedig a filozófia, vagy a szebbik része. De most az én figurámat úgy kellett megtanulni, hogy egy idegen szavak szótár kellett segítségül hívni, volt. Mert ez egy nagyon-nagyon-nagyon nehéz, írásában nagyon nehéz színdarab, tehát nehéz végigolvasni, nehéz érteni, sokat beszélnek, és az én figurám ráadásul rengeteg idegen szóval egy ilyen nagyon szélsőséges, intellektuális nyelvet beszél, ami hát nagyon nehéz volt. Ez egy vígjáték. Hát a Molière is filozofikus volt. Tehát nem, szerintem minden színház akkor jó, hogyha egyszerre tud, egyik percben sírunk, a másikban nevetünk, és még gondolkodni is van mind. Én nagyon szeretek kistérbe dolgozni, meg ez a darab nagyon olyan, tehát a felszínen egy felszínes csevegés folyik, és alatta pedig hihetetlen mély konfliktusok és drámák, és azért szeretem a stúdiót, mert ott nagyon egyszerűen pontosan lehet játszani, és nagyon sok rétegét lehet visszaadni egy helyzetnek, egy szerepnek. Az nagyon jó volt benne, hogy ezért kiderült az, hogy ez egy színházi próbakezdésről szól, egy írórendezés egy színésznő között. És azért féltünk attól, hogy hát kit fog ez érdekelni a szakmán kívül, de ha jól játsszuk, és ez azért ma úgy tűnt, hogy igen, vagy hogy kiderült belőle az, hogy mindannyiunknak egy a története, és ez nem csak egy olasz színdarab címe, hanem arról szól, hogy ez bármilyen szakmában, az életünkben, nagyjából ugyanazt mondjuk, csak egészen más bolygókról, és hogyha együtt akarunk menni tovább, vagy együtt akarunk bármit csinálni, már pedig akarunk, akkor muszáj valahogy közelítenünk egymáshoz. Tehát nem csak a magamét fújni, hanem valahogy mégiscsak áttörni azt a falat, ami elválaszt a másiktól, és hanem hogy oda jutni, hogy együtt folytassuk tovább. És ennek a végére, tulajdonképpen ide jut ez a két nő. Na, nem könnyen. Két karakter távolról, vagy egy kicsikét hasonlít a két színész valódi személyiségéhez. Az egyik egy igazi celeb a darab szerint is, egy sorozatsztár, egy vígjátéki színésznő, egy bulvár sztár. A másik pedig egy nagyon konzekvens, önmagának való zárt, szinte kegyetlenül kompromisszumra képtelen nő, és pont erről a két attitűdnek a konfliktusáról is szól, hogy ezek mit kezdenek egymással. A celeb úgy érzi, hogy kicsit elcsúszott fel a világ, és szeretne visszakapaszkodni a művészi rangra, vagy visszanyerni a régi tehetségét, és úgy érzi a másik, aki szintén zsenként, nagyon tehetséges emberről van szó. A másik meg úgy érzi, hogy hiába konok és makacs és zseniális, ha egyszer nem jut el a nyilvánossághoz, ha nem látják, ő nem látszik. És egymást akarják segíteni is, meg kihasználni is, hogy mind a ketten közösen létrehozzanak egy olyan minőséget, ami egyszerre nagyon népszerű és érthető, ugyanakkor nagyon komoly és hiteles, és az előadás is ilyen szeretne lenni. Amikor először elolvastam, azt mondtam, hogy most kéne elrohanni, de frankon ezt éreztem, hogy miért kibüntet engem, mit tettem én, hogy ezt ráhozzam. Te magad, hát ez így van. Szóval, hogy azt mondtam, hogy büntetés.
Tehát, hogy de frankon ezt hittem. Tehát, hogy ilyen nincs. Én ezt nem fogom tudni megtanulni. És azt, hogy ennek még lesz humora valahol, tehát ennek a mételjes szövegnek. És aztán, ahogy nyilván, mint egy hagyma, a héjakat leszettük, és akkor most igazából ott tartunk, ahol tartunk. Most egy, azt gondolom, egy nagyon jó premierünk volt, egy nagyon jó hangulatú, izgalmakkal teli, összekapaszkodós, egymásból dolgozós premierünk volt, és innentől kezdjük majd egy kicsit elengedni, egy kicsit élvezni, kicsit ízlelgetni a szavakat, amikor már egy kicsit könnyedebb lesz. Most még nyilván nagyon sok volt a feszültség rajtunk, hogy hogy fogják fogadni. És most ezt látva, ami ma történt itt, az te hogy érzed? Én úgy érzem, hogy jó útunk lesz ebben, meg jó játékunk, meg minden. Fantasztikus jó este volt, olyan sugárzóan jó este volt, és most azt érzem, hogy de jó, hogy így alakult, mert egyáltalán nem voltunk benne biztosak. Csak és egymásban. Hát én, igen, de egymásban nagyon. Csak hogy mások, hogy az egész milyen lesz, és én azt hiszem, hogy talán életemben nem dolgoztam ennyit valamiért, mint ezért. Szóval, hogy nem csak szövegtanulásban, hanem egyáltalán a